Na, szóval azt ez egy újabb Free Fire videó, és hamarosan elérkezik a szezon vége. És hát, hogyha megnéztétek az előző videót, ami egy montázs videó, akkor láthatjátok, hogy felmentem Master két csillagra, illetve már nem sokára 7000 ponttal leszek. Azért van, mert azt hittem, hogy, hogy még egy hónapig tartani fog a szezon, de nem. Tehát azt hittem, hogy még ezt a hónapot, meg még a következő hónapot is a szezonba fogja számolni, de hát nem. Úgyhogy hét nap múlva új szezon fog kezdődni. Üm, és hát miért hittem azt? És hát azt hittem, és így pusolni akartam, mert amint látjátok, csak 11.800 ponton van a Grandmaster, és hát úgy oltam el, hogyha hogy még van egy hónap, akkor simán el tudnám érni, és akkor úgymond tolnék egy ilyen Rotto Grandmaster izét, kihívást, úgymond meg ilyet, és akkor hoznék róla videókat erre másnapra, tehát ma, ma meg kijelzi nekem, hogy hét nap múlva a vége van a szezonnak. Én meg, én meg itt vagyok amúgy, hogy körülbelül két napot végig grindoltam, hogy felpussoljak, egy kicsit felpussoljam magamat, mert ugye lassan kezdtem a szezont, és tudtam, hogy ha el akarom érni, akkor úgymond kicsit fel kell pörgetnem magam, meg hát így a rankot, pontokat, hogyha el akarom érni. De már tök mindegy, mert itt a hét nap múlva új szezon, szóval komolyan mondom, Csináltam egy külön videót is, amiben erről beszélek, ott mindent jól elmondtam, most meg már semmi kedvem amúgy körülbelül már ezt a videót megcsinálni, bakker. Mindenki hülyének fog nézni. <laughs> Mindegy kibontok egy energitalt. Most már le is szarom. a season közbe. Season végen. 11 ezer ponta top 2000, hogy feldobjon Grandba, akkor ha egy új szezon lenne, akkor úgy még jobban meg tudnám csinálni, értitek? Szóval, ja, nem tudom, miért le a ti véleményétek, tárl, hogy a következő szezonban nyomjak -e egy ilyen Road to Grandmaster sorozatot, vagy valami ilyesmit. Um, igen, mert én egy gyárt terveztem. És hát, hogy miért? mert hát ugye biztos össze lehettek zavarodva, vagyis egy pár embernek lehet, egy ilyen, lehet, ilyen, kérdése, hogy azt mondom, hogy szed a játék, meg ilyenek, de mégis fel akarok menni Grandmasterbe, meg ilyenek. Most erre az az egyszerű válaszom, hogy, hogy csak úgy játszogatok a játékkal, ugye, és, és ez például egy jó, jó ilyen cél lenne. Úgyhogy igen. Meg hát ugye azt mondtam, hogy nem játszok videón kívül. Ami igaz is. Tehát amikor <laughs> felpussoltam, az a videóba ment. Tehát ez videó miatt volt. Meg tartalomnak is jó lenne ilyen. De most nem kell új szízen, és meg ki vagyok égve amúgy. Ettől a... Úgy lefárasztott ez az egész, hogy... Idáig fejtettem. Erre máma azt látom, hogy hét nap múlva vége a szezonnak. Én meg nagyban tervezgettem, hogy izé, Road Grandmaster, ilyenek még ebbe a szezonba, és, és, nem. Szóval, mindegy. most így jött össze az én hibám, hogy rosszul hittem. Úgyhogy, ja. Mmm. ez van, ebben a nem lesz meg, de igen, <hül> tényleg most így nem tudom, tud, tud, hogy mit tudnék így ezzel kapcsolatban mondani, de és nem is kell semmit megmagyaráznom, úgyhogy tök mindegy. az a lényeg, hogy akartam egy ilyet, de végül nem jön össze, hogy nem jött össze, mert nem sokára új ez yeah. a je. A szerint oké, és tehát amúgy, figyelj, hogyha most 11 ezer ponton van, és egy-két napja kezdtem el pussalni, akkor hogyha egy teljes szezont tudnék, abból simán Grandmaster lenne, az én számításaim szerint. Hogyha már a szezon elejétől kezdve úgy tudnék pusolni, hogy tudom, hogy akkor jó, új szezon, most egy csomó idő van előttem, és akkor úgy fel tudnék grindolni. Mert hmm. hát úgymond. Van ez az új Grandmaster, és hát nem új, de. úgy új, hogy más megváltozott a kinézete, a ranknak az emblémája, vagy logója, vagy hogy mondjam, Tehát olyan, mint a régi heroik. Tehát a régen a heroik se úgy nézett ki, ahogy most kinéz, hanem az is máshogy nézett ki. Most már a Grandmaster is megváltozott. Kicsit szomorú belegondolni, hogy akkor a rendes Grandmasternek a logója az most már elveszett, tehát most már a, gr a régi Grandmaster az már Ja, az már nincsen többi meg ilyenek, hanem új logó van helyette. De ugye a régi Grandot elértem, de az még akkor is volt, az, az még a régi Ranked rendszerben volt, amikor a szezon elején el lehetett érni. Most meg már csak szezon közben lehet, ugye, mert a Mastert azt mindenféleképpen meg el kell érni, és Master után dobhat csak fel, ugye? Régen meg még nem volt Master, ugye? most már egy több pont is kell hozzá, nyilván. Viszont a pontokat meg könnyebb szerezni. Tehát, amúgy akár, hogy számolom ezt ki, ez sokkal könnyebb most elérni a grandot. Jó, hát nem, nem biztos, nem biztos most kinek mi a könnyebb. Tehát régen az volt a nehéz, hogy egyhuzamba meg, hogy kinek mennyi volt a kitartási, vagy mennyire volt kitartó, elszánt, stb. Most meg nem az számít, hogy ki mennyire elszánt, kitartó, hanem a hogy, húzamosabb ideig ki mennyire tud tartani egy grindot, úgymond. Meg ilyenek. Nyilván itt is számít az elszántság, meg ilyenek, de értitek, itt most hosszabb, tá hosszabb időről van szó. De azt, hogy nehezebb, hogy ezt nem mondanám. De most így nem tudom eldönteni. Nyilván valószínűleg a régi grand az sokkal nehezebb volt. Jább hangzik úgy, hogy ja, hát csak egy napot kellett játszani, az cső. De ott ha bekapta egy minuszt, az kurva nagy volt, ugye. Még a régi rankedes rendszerben volt. És a többi, tehát egy meccs elronthatta az egészet. Órákat veszíthett el vele. Mert akkor, akkor, nyilván mindenki versengette a már legelső napon, és akkor nem csinálod meg, akkor nem tudsz bejutni. Ugye a top 200-ba, akkor meg top 200 volt aztán lett top 300, vagy mint, nem tudom, most meg már top 2000. Ja. Wow. Szívvel előtt. Nem tudom, hogy még mit tudnék így erről mondani egyébként. Hát nem úgy, hogy és akkor gondolt, mondja, akkor ez most jó lenne. Egy tolni. Hogyha már játszogatok a játékkal. Úgyhogy igen. De nem tudom, mondom, ettől most kicsit kiégtem, meg ilyenek kicsit előtt a motivációmat. De úgymond, Tudom azt is, hogy például a következő szezonban meg akkor sokkal könnyebb lenne, úgymond valószínűleg. Hogyha már így... A szezon elejétől tudnék rendesen játszani. Úgyhogy ja. nem tudom, miért jöttek róla erről valamit, erről valami véleményt. És akkor úgymond ilyen kis pusolós... időszak lenne a kövi szezon, mint régen ugye, amikor le dokumentáltam ugyanúgy, hogy elértem az 5000 pontot, ugye ez még a régi rankedes rendszerben volt, akkor ez elég nagy, nagynak számított, most már semmi az 5000 pont, de ja. Mm. Meg ilyen, meg ja. ilyen pusholós időszak. És akkor lennének róla ilyen videók, ilyen mondás, pár tipp is el lenne meg ilyenek. De mondom, ez még nem biztos, tehát... Nem tudom egyébként, hogy... Csináljak-e egyet, mert nem biztos semmi. Tehát semmi sem biztos, hogy hogy lenne rá időm, tudnék-e konzisztensen játszani, pussolni. Tudnék még videókra is, hogy lenne idő, még azokra is, pussolás mellett, meg ilyenek. Sok kérdés van ezzel a kapcsolatban. De hát, majd kiderül. Úgyhogy jaj, ez most már tök mindegy igazság szint, hogy most már azt tudom, mi lesz. úgymond feleslegesen mentem fel. Lol. Köszönöm a Polinak, aki segített leszedni ezt, aki nem úgy tök jó az a izé. az a... Am, hogy mi az? Ez nem, ez porofan, Jó van. Úgyhogy, ja. Hát mindegy, mindegy most már vesztettem egy kis időt, párat sejtem kiégett. De, ja. De tök mindegy, mert amúgy hogy akkor közben megnéztem egy jó pár Iceberg videót, megnéztem a LOL, Elisi döntőt, meg belekezdtem a LCK-ba. Kicsit megnéztem, hogy mi a helyzet a Loli Sportba is. បាទលោកឆានបូលីយាតកមូស្គជីដអញ្ញាដតម៉ោចហ៊ុនណលឺស្ត Oké okay. van De az a másik ember, aki még ott ment fel, az hol a van ilyenkor, bazz meg Na De most tudta csak hátba lőni, amikor leszedett engem az a Izé Bakker. Simán be tudtam volna darálni a csávót. Na mindegy, hát mindegy, úgy, mert úgy is, úgy se számít be. De mindegy, pedig, de mindegy, nem mondok semmit. Ahogy nem, nem volt olyan rossz meccsém amúgy, tehát pöle. Megnézzük, 200 meccset mentem, abból lett 35 523 kill. 127-szer voltam. Top 10, 63,50 63, os tehát 63 és fel százalék. Uh, top 10 izé arány, ami nagyon jónak számít. Tehát, ja, hát úgymond egy, egy ilyen kis gyakorlásszerűnek jó volt ez akkor, hogyha uh, hogyha a következő szezonba pedig tényleg pusolnék, de ezt a ezt a hét napot, ezt az egy hetet már tudni nem fogom játszani, mert már kiégtem úgyhogy majd tényleg attól függ, hogy a következő sze szezonban fel fogok -e menni Grandba, vagy elkezdek a -e pusholni. Egy, az, hogy mennyire lesz időm, kettő, mennyire tudom ennyi idő alatt magamat, újra frissíteni magamat, hogy, hogy, legyen kedvem is, és igazság szerint körülbelül csak ennyi. Úgyhogy, uh, úgyhogy, ja, meg itt megnézhetjük ezt a regional clash, clash statisztikákat, és érdekességnek tehát például 452 pont 254 kilom lett amióta tart ez 26 bolyá az nem rossz top 3 46 és csébecsk mentem ugye így ugye? a szépen a figyelmet hogy megnéztétek ezt a videót hmm. Egy tényleg ezt meg nem mondom biztosra nem ígérek semmit az is lehet hogy semmi nem lesz belőle de ha lesz belőle valami akkor majd tudni fogjátok. Tehát majd érkezni fognak videók róla, meg hogyha jön az új szezon, akkor is valószínűleg érkezni fognak videók róla, meg ilyenek. Úgyhogy ja. Úgyhogy nem mondom, hogy komolyan játszok, mert az, hogy most még lett egy nem is az egy célom, mert az előző videóban tök jó beszéltem, de azt nem fogom kirakni, mert akkor még azt hittem, hogy, hogy, izé, hogy el tudnám érni, akkor még nem jelezte ki, hogy 7 izé, hét napon a szezonból hogy sal is tartottam. Tehát igen, ez még nem azt jelenti, hogy 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 mondja, ezt hogy mondja már -e jól, most így a semmiből. Tehát, hogy ugye, hogy játszogatok, és így, így ezzel így lett volna egy ilyen cél, úgymond, hogy ne a semmi miatt játszogassak, és, és mivel most már megváltozott a grandonok a, Logója, ez úgymond már egy új rangnak számít idézőjelbe. Tehát ezt is jó lenne elérni, meg szezon közben, mert ezt még nem értem el. Úgyhogy talán majd ezt még legránytalan, meg jó lezárás lenne, úgymond. De akkor ez majd van, ezek csak a következő szezonban fog, ki, szezonban fog kiderülni. Úgyhogy hálóztok.